Köszöntöm nézőnket, Kuruc Istvánnal beszélgetünk, hiszen mögöttünk a Vában zajlik már a verseny. Mi is ez pontosan? Ez a verseny végeredményben a kettes korcsoportnak az országos diákolimpiai döntője kötött fogásban, mely egyben a 22. Kuruc testvérek emlékversenye. Kérdésre visszatérve, hogy indult, mint indult, mint ahogy a megnyitóban elmondtam, 22 évvel vagy 23 évvel ezelőtt ugye elhatároztuk édesapámmal, illetve Kaposvári Gézával, akkor a magyar, illetve a Szolnok megyei birkozó szövetség elnökével, hogy a Karcagon idáig rendezett versenyek most már olyan színvonalak, hogy jó lenne, hogyha ebből egy országos versenyt hoznánk létre, és ekkor alakult meg az, hogy akkor ez legyen a Kuruc testvéreknek a birkozó emlékversenye. Megnyitóban elmondtam, hogy 11-en voltak testvérek, 5 fiú volt, 6 lány, az 5 fiú mind birkozott, illetve mindegyiknek kövező, illetve útépítő volt a szakmája. Volt olyan időszak, amikor például a Budapesti Vasassal a NB1-be jutásért döntőt birkoztak, amely döntetlennel ért véget, és ennek 5 karcagi volt a versenyzője. Hogy erre a versenyre honnan jöttek, tehát itt az elmúlt versenyeken olyan eredményt kellett az ide az országos döntőbe bejutottaknak elérni, hogy a pontszámuk alapján indulhassanak ezen a versenyen. Itt már tehát a döntőről van szó. Ha végignézünk, láthattuk, hogy Szombathelytől, Szegedtől, Cegléttől, az összes fővárosi egyesület, a Vasas, a Fradi, az Újpesti Dózsa, elnézést, lehet, hogy mindenkit nem tudok felsorolni, de itt van Diósgyőr megyén képviseletében, több helyről vannak itt, és ez egy nagyon jó érzés volt, hiszen én itt olyan edzőkkel, olyan kollégákkal találkoztam, akik annak idején, akik Karcagon végeztek általános iskolát, és a birkozás révén feljutottak valamilyen középiskolába, például a Budapesti Vasasba, azoknak a gyerekeknek az edzői itt vannak, és jó esélyérzés volt ezekről a gyerekekről, ezekkel az edzőkkel beszélgetni. Örülök, hogy édesanyám még itt lehet a családból, közvetlen családból ezen a versenyen, aki már azért ebbe az évbe betöltötte a 89. évét, és szerencsére még mindig itt tud lenni, én bízom, hogy benne, hogy ez sokáig így lesz. Örülök neki, hogy nagyon sok családtag részt vett ezen a versenyen, és hát a családtagokon belül is még külön örülök annak, hogy Tóth Krisztián a válogatottal való felkészülésével azért egyeztetve meg tudta azt magának engedni, hogy részt vegyen ezen a versenyen, aki ugaz, hogy nem birkozásba, de cselgásba, világbajnoki második helyzet, illetve most Riónak olimpikonja volt. Én úgy gondolom, hogy itt, aki végignézi ezeket a mérkőzéseket, láthatja azt, hogy ezek a fiatal sportolók mire képesek, hisz van, aki el se tudja képzelni, hogy milyen fizikai teljesítményt nyújtanak itt. Hozzáteszem, hogy aki ide bejutott, azok már több éve űzik ezt a sportágot, és nagyon-nagyon szorgalmasan készülnek mindezekre a versenyekre, és én tényleg bízom abba, hogy egy olimpián, egy rendes felnőtt olimpián tényleg ott lehetnek, és jusson majd eszükbe az a pillanat, hogy mikor diákok voltak, és itt is bejött az olimpiai láng. Én bízom benne, hogy többen megfogadták magukba, hogy úgy fognak dolgozni, hogy ott lehessenek. Mit kell tudni a karcagi versenyzőkről, hogy szerint azért elhangzott, hogy neves versenyzők vannak, azért a karcagiaknak sem kell szégyenkezniük. Hát ha most a régiebbekről beszélek, akkor ugye mondhatom Balla Andrást, aki Amerikában világbajnokságot nyert, mondhatom Ferenci Istvánt, aki nemzetközi versenyen szerepelt, illetve mondhatnám Fekete Antalt, aki nemzetközi versenyen szerepelt, és a felkerült Fővárosi Egyesületbe 21 gyerekünk leérettségizett, 21-ből 20 letechnikusi minősítézőt, és abból jelenleg 8-an egyetemet, főiskolát vagy végezték már, vagy járnak, és ez egy nagyon nagy eredmény. Én úgy vagyok vele, hogy első a tanulás, második a tanulás, harmadik a tanulás, és a szabadidőjéből lehetőleg a legtöbbet a sportágra fordítsanak. Ki képviselik most Karcagot ezen a versenyen? Karcagi versenyen, akik most képviselnek bennünket, az Tarjányi Gergő, aki
elmondta az esküvőnek a szövegét, illetve Nagy Sándor, aki behozta az olimpiai lángot. Hát szurkolni fogunk neki, a Tarjányi Gergőjét mindjárt a Szőnyegen az 5. mérkőzése lesz, úgyhogy majd szorítunk nekik. A karcagiaknál annyi előny van, hogy ennek a korosztálynak a legfiatalabbjai, és még ők jövőre is ennek a korosztálynak lesznek a tagjai, hisz egy korosztály 2 évet foglal magába. Hát akkor reméljük a dobogót, kívánjuk nekik a dobogót, és eredményes mai versenyzés kívánunk mindenkinek. Köszönöm szépen az itt lévő versenyzők, edzők nevében, és köszönöm azt, hogy a Karcag TV minden évben figyelemmel kíséri ezt a versenyt, és ezt később a karcagi televízióban lehet is látni. És én ezt nagyon nagy tisztelettel köszönöm mindenkinek. Domokos Sárával beszélgettünk, hiszen az elmúlt napokban egy nagyon szép versenyen szerepeltél. Mi volt ez a verseny, és hanyadik lettél? Ez egy országos diákolimpiai döntő volt, ahol második helyezést értem el. Gratulálok akkor ehhez. Nagyon nehéz volt a verseny. Mennyivel maradtál le a dobogóról? Egy hajszállal. Igen. Ilyenkor mit érez az ember? Bosszú saját magára, vagy örül a második helynek? Igazából elgondolkoztam a végén, hogy mit is ronthattam el, és ez egy kicsit bosszús volt, mert olyat rontottam el, amit tudtam. Hát gondolom, hogy a verseny izgalmaiban, de mit kell tudni rólad, mióta versenyzel, mi a legjobb eredményed? 5 éve versenyzek, és magyar bajnok ki első hely a legjobb eredményem, valamint diákolimpián elért első helyezés a legjobb eredményem. Mit jelent számodra a birkózás? Tehát mióta birkózol, fegyelmezettebb lettél, vagy mit változtál? Igazából kaptam egy új családot, és már az edzők is olyanok, mintha a szüleim lennének, a csapattársaim pedig a testvéreim lennének, és így kaptam egy pluszt, hogy eltölthetem itt a fölösleges időmet, és ez boldoggá tesz. Amikor kezdted, én emlékszem, hogy rajtad kívül én úgy emlékszem, hogy akkor nem volt még lány versenyzője a csapatnak, most azért már vagytok többen, tehát akkor ti is kezdtek beállni a fiúk mellé, hiszen akkor még azért te fiúkkal edzettél, fiúkkal versenyeztél. Igen, való igaz, hogy most már több a lány, ez köszönhető a toborzásnak is, és nagyon lelkesek. Sajra a lányok! Hát én gratulálok az eddigi sikereidhez, és mi a következő versenyed, és hol? Legközelebb magyar bajnokságom lesz már a nagyobb versenyek közül, azt még nem tudjuk, hogy hol lesz megrendezve, de erre készülünk most, majd most elsősorban a fiúkra fektetjük a hangsúlyt. Hát akkor én azt kívánom, hogy akkor legyen meg az a legfényesebb ismét, és sok-sok szép birkózó sikert még neked. Nagyon szépen köszönöm. Tiarnyis Tiborral, a mai verseny elnökével beszélgettünk, de a karcagi versenyzőkről, hiszen úgy tudom, hogy 2 versenyző szeptember óta önnél van. Mit kell róluk tudni? Hát igen, 2 csodálatos versenyzőt kaptunk Karcagról. Újfalvi Csaba és Újfalvi Lili személyében, és az elmúlt héten éppen Újfalvi Lili bizonyította be a női diákolimpián, hogy bronzérmet tudott szerezni. A döntő mérkőzésen vezetett, de a rutintalansága és a héve elvitte, de ettől függetlenül én úgy gondolom, hogy itt, amit Karcagon végeznek szakmunkát, és Kurusz Pista bácsi barátomat meg kell említeni, hiszen a mi barátságunk az évtizedekre visszanyúlik, és hetente informálódik a versenyző iránt, tehát szinte mondhatom azt, hogy napi kapcsolatban vagyunk vele. Mi várható a 2 versenyzőtől, tehát mit lát bennük, hogy meddig tudnak eljutni, hiszen azért még fiatalok, tehát előttük van még jó néhány év. Hát én úgy gondolom, hogy olyan szülői háttérrel rendelkeznek, és a szülők vállalták ezt a nagy utat, Kecskemétre költöztek, illetve a Csabi az egy olyan sportiskolába jár, ahol délelőttönként 2-szer hivatalosan, úgymond a iskolaidőben van edzésen, és délután 5 edzés. A Lili az pedig most fog olyan iskolába, olyan gimnáziumban jelentkezett, ahol másodikként be is jutott, már a fölvételit megnéztük, ahol szintén heti délelőtti 2 edzés szerepel az iskolai programba. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy akkora előny a 2 fiatalnak a heti 7 edzés, míg más fiatal 3, esetleg 4-et tud edzeni, és hogyha ezt beszorozzuk hetente 2-3 edzéssel, az heti 12 edzés, ezt beszorozzuk egy évbe, az már akkora előnyt és pluszt ad a 2 versenyzőnek, és az mellett, hogy fogékony versenyzők, jól képzett versenyzők, és céltudatosak.
Tehát akkor így ahogy annyira lelkesen beszél róluk, tehát azért ön ismeri a tehetségüket, de ahogy így hallgatom, akkor azt gondolom, hogy még évekig nagyon sokat fogunk róluk hallani, és hát reméljük, hogy azért sok dobogós helyezést is elhoznak. Én ebben mindenféleképpen biztos vagyok, hiszen ezen az úton járnak, és edzésen és versenyen mindent megtesznek a siker érdekében. Akkor én önnek is azt kívánom, hogy legyenek sikeresek, és hát a két fiatalnak pedig az, hogy öregítsék még Karcagi hírnevét, hiszen azért mégiscsak karcagiak ők. Igen, köszönjük szépen, és mi pedig gratulálunk ehhez a csodálatos verseny rendezéshez, és én bízom benne, hogy sok ilyen verseny lesz még itt Karcagon. Szűcs András vezetőedzővel beszélgettünk, itt mögöttünk már javában zajlanak a versenyek, van Karcagi, aki már túl is van, úgy tudom, az első mérkőzésén. Mit vár a mai naptól a karcagiak esetében? A területi selejtezőn három karcagi fiú indult, a háromból kettő bejutott az országos döntőbe. Azt várom mind a két fiútól, hogy az első ötben végezzenek. Ez egy reális elvárás, bár az egyik fiunk már elszenvedett egy vereséget, de egy nagyon jó képességű, jó ellenféltől, de nagyon bízom abban, hogy a továbbiakban ez a fiú a Vigaszágra viszi, és ott Gergő, Tarjányi Gergő tovább tud majd menetelni. A másik versenyzőnk, aki nagyon tehetséges és nagyon szorgalmas, Nagy Sándor, ő 63 kilóval indult, őtőle mindenképpen érmet is várok. Ilyenkor nem nagy teher ez a gyerekeken? Tehát érzik, hogy az edző mit vár tőlük, a szülők mit várnak tőlük. Tehát ilyenkor hogy lehet őket lenyugtatni a verseny előtt, vagy pont ez a pörgés kell? Nem teszem rá a terhet. Én csak megemlítem a lehetőséget, hogy arra gondolok, hogy ők akár az első ötben is tudnak végezni. Úgyhogy semmi szín alatt nem teszek rá terhet, hiszen ők most még első évesek ebbe a korosztályba, nem is túl régóta versenyeznek, majd a jövő évi diákolimpia, ami reményeink szerint ugyanebben a korcsoportban ugyanitt lesz Karcagon, ezt már éjjel kitaláltam, hogy ezt meg fogom pályázni, és meg is fogjuk nyerni, na majd akkor kell nekik igazából megmutatni, hogy mit tudnak. Mindkét fiú, aki itt van, nagyon szorgalmas, és nagyon bízom benne hosszú távon. Beszéljünk egy picit azért a közeljövő eseményeiről is. Mi lesz a következő verseny, amelyen indulnak a karcagi színekben, és mi várható ott még mondjuk a nyár közepéig? Én nagyon szívesen beszélek a múlt hét végéről is, ahol is ugyan a lányoknak volt diákolimpiája. Ott három lány indulhatott volna, abból kettő nem tudott elindulni, mert túl sokat betegeskedtek, és túl sokat hagytak ki. Így csak Domokos Sára indult a serdülők között, és nagyszerű birkózással, három plusz győzelem után bekerült a döntőbe. Ott viszont sajnos vereséget szenvedett, de az olimpiai, diákolimpiai ezüstérem is, amit Sára múlt héten szerzett, nagyon szépen csillog. A jövő programja pedig úgy néz ki, hogy április 22-én mindhárom korosztályunknak, tehát a diák 2, diák 1-es, a serdülő korosztályunknak területi bajnoksága lesz, ami szintén kvalifikál az országos bajnokságra. Úgyhogy azt célozzuk meg, és ott szeretnénk minél jobban szerepelni. Én azt kívánom, hogy legyen még sok-sok érem a nyakukban, hiszen azért itt Sárával az előbb beszélgettünk, ő is nagyon optimista a jövőt illetően, és azt mondta, hogy igyekszik mindent megtenni azért, hogy dobogós legyen. Igen, most járom az iskolákat, főleg a György István Katolikus Általános Iskola nagyon jó partner abban, hogy minél több gyermekkel megismertessük a birkózás alapjait. Itt a első, második, harmadik osztályosokra gondolok, és nagyon-nagyon élvezik azokon a testművelési órákon, amelyeken én ott vagyok, nagyon élvezik a mozgást, és mindenki mondja, hogy nagyon szeretne jönni birkózni, úgyhogy ezúton is a szülőket nagyon szeretném rávenni arra, hogy engedjék, hozzák le a gyermeküket birkózni. Lássák meg, milyen csodálatos sportág ez. Reméljük, hogy még sok-sok karcaginak szurkolhatunk diákolimpián is, és magyar bajnokságon is, hiszen azt gondolom, hogy az első hely az mindenki fejében ott van, és ezért az ő segítségével meg mindent meg is tesznek. Igen, bízom abba én is. Hajrá karcak, hajrá fiúk, hajrá lányok, gyertek birkózni!